Következő fellépőnk nem lesz más, mint Halmi Zsolt, aki már oszlopos tagja az előadóink sorában. Most egy sötét témával fog vele érkezni, mégpedig a Sötét lovag kezdetektől napjainkig címmel. Úgyhogy fogadjátok őt nagy szeretettel. Oké, működik. Sziasztok! Próbálok egy kisebb fajta előadást tartani Batmanről, a Sötét lovagról. Gondolom a filmet azt mindenki látta, a legutóbbit is gondolom. És ugye ez a kedvenc kis szereplőnk már lassan 85 éves, és ahhoz képest nagyon jól tartja magát. Gyakorlatilag a 20. század összes háborúját, második világháborút, koreai háborút, vietnámi háborút, mindent megjárt és a háttérben működő. Tehát gyakorlatilag egy 20. századi második felét feldolgozó képregényről beszélünk, amit egyszer majdnem meg is szüntettek, majd utána újra előre kapott, és folyamatosan sikerült neki mindig megújulnia. Ez a nagyszerű egyébként ebben a képregényben, meg sok más képregényben is, hogy azért próbálnak megújulni. Ugye Batman, a Sötét lovag, hívják még többféle néven is. Superman úgy nevezte őt, amikor Darkseid elkapta őket, és elrabolta a teljes igazságligát, és egyedül Batmannek sikerült megmenekülnie, és Darkseid azt mondta, hogy végül is csak egy emberről van szó, mit árthat neki, és Superman megközölte, hogy valójában ő a világ legveszélyesebb embere, úgyhogy a világ legveszélyesebb emberéről próbálok most pár sort mondani, egy ilyen rövid 45 percben. Tehát első megjelenése 1939-re tehető, tehát Superman 1938-ban jelenik meg az Action Comics lapjain, majd lefekteti gyakorlatilag a szuperhős zsánernek az alapjait, és onnastól kezdve Amerikába beindulnak a szuperhős képregények. És megjelenik ugye a Detective Comics 27. száma, az alkotók ugye Bob Kane és Bill Finger, ők ketten fogják megalkotni Batmannek a figuráját, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Itt látható a borító, és ott látható, hogy körülbelül mennyibe kerül ez ma. Ugye 10 centbe került, most 200 ezertől 3 millió dollárig kerül, hogyha valaki esetleg szeretne venni egyet, akkor körülbelül ennyibe fog fájni egy eredeti. Természetesen reprint változatokat lehet belőle vásárolni. Ezek akkor érnek ennyit, hogyha be vannak vizsgáltatva, tehát van egy ilyen bizottság, nem is egy Amerikában, ami ugye ezeket bevizsgálja és pontozza, pedigrét ad neki, lajstromba veszi, és gyakorlatilag be lesz regisztrálva az egész képregény, és onnastól közve egy állag megóvás miatt tokba fog bekerülni, és ki lehet rakni a polcra. Ugye Bruce Wayne, a névről is fogok majd beszélni, mert ezt sem csak úgy kitalálták, hanem ennek is megvolt az előtörténete. És ugye, hogyha valaki látta, és gondolom láttátok az Igazságliga című filmet, ugye Flash megkérdezi Bruce Wayne-t, hogy mi a szuper képessége Batmannek, hát az, hogy milliómos. Figura megalkotása, ugye több koncepción esik át a figura, amit Bill Kane és Bob Kane és Bill Finger megalkotja a jelenlegit. Ugye Leonardónak a repülő szerkezetei az elsők, amik ugye inspirálják. Ezen kívül a Zorro jele című film, hogyha valaki olvassa a képregényeket, akkor tudja jól, hogy a Zorro jele című filmre megy el a Wayne család, és arról jönnek ki, és akkor ölik meg a szüleit. Valamint a Denevér című Broadway színdarab, és annak a főszereplője fogja inspirálni Batmannek a kinézetét. Így nézett ki az első terv Batmanről. Ugye, mint mondtam, a Superman lesz az, ami lefekteti a szuperhős zsáner alapjait, és erre fogják ráépíteni az első koncepciót, és hát ez lesz az első figura, ezt nagyon hamar elvetik. És tovább fogják a figurát formálni. Ugye volt neki egy merev szárnya, azt lecserélik erre a köppenyre, ami ma is hord. Ugye a maszkot lecserélik egy hegyes fülekkel elváltott csukjára, és a színeket is megváltoztatják. És ugye egy alap sötét hangulatot fog majd kapni ez a képregény, és ehhez fogják igazítani, hogy fekete, kék és szürke ruha lesz az, amit ugye Batman majd használni fog.
És íme itt látható egymás mellett a két koncepció. Az első, amit ugye nem használnak fel, és ugye a képregényben majd a második lesz, ahol ugye még majd a későbbiek folyamán fogják ezt a karaktert és a ruházatát fejleszteni. Különböző alkotók fognak a különböző években hozzányúlni, van, amikor sikeresen, van, amikor kevésbé sikeresen, de ezt majd látni fogjátok, hogy hogy van. A figura megalkotása. Mint mondtam, nem csak úgy adhok találták ki az egész figurát, sőt a nevet sem, és magának a Bruce Wayne-nek a kinézetét sem. Tehát Kane ötlete volt ugye a titkos személyazonosság, ugye itt a Zorro jele című film, ami ihlette, hogy ugye Don Diego a civil, és Zorro pedig ugye a igazságosztó hős. Itt ugyanez fog megjelenni, csak éppen ugye a milliomos és ugye az igazságosztó hős lesz itt a párosítás. Ugye a név eredete Bruce, Robert de Bruce, ugye a skót királyról fogja kapni a nevét, tehát innen ered a Bruce, a Wayne pedig az őrült Anthony Wayne, az amerikai függetlenségi háborúnak az egyik hőse, aki a másik nevet fogja inspirálni. Itt látható a két történelmi karakter, tehát hogy néztek ki ők az valóban, és Bruce Wayne-nek a figuráját, az arcát, ugye a kinézetét pedig Bob Kane saját magáról fogja megmintázni. Figura megalkotása továbbra is, ugye, mint mondtam, különböző írók fognak hozzácsatlakozni a csapathoz, és ugye alakítják majd Batmannek a karakterét, Bruce Wayne-nek a figuráját, újabb és újabb eszközök fognak hozzákerülni, újabb és újabb árnyalatok, és gyakorlatilag mindent megpróbálnak átalakítani rajta. Sokszor lesz az is, hogy rossz irányba viszik majd a karakternek a fejlődését, vagy fejlesztését, de ugye mindig visszatérnek ahhoz a sötét, dárkos világhoz, ami alapból jellemezte ezt az egész koncepciót. Ugye az új író Gardner Fox lesz, akinek azokat a kütyüket köszönhetjük, amik ugye ikonikussá teszik majd Batmant, a különböző felszerelési tárgyakat, a denevér formájú technikai eszközöket, a fegyverövet, amit visel, és ugye az autót, ami ugye különböző rajzolóknál máshogy és máshogy fog kinézni. Ugye Bill Finger egy ideig el fog tűnni a Batman alkotásából, külön utakat fog folytatni, ugye grafikusként tevékenységig, reklámügynökségeknél dolgozik, de vissza fog majd térni, és ugyanúgy fogják majd folytatni közösen a Batman történeteket. Érdekessége a Batman történeteknek, hogy magát az eredet történetet, hogy hogy lesz ő Batman, az csak egy jóval későbbi számban fogják bemutatni, ami ugye a Detective Comics 33. száma lesz, és ebben lesz elmesélve, hogy a család az Zorro jele című filmről hogyan megy haza, és egy rablógyilkos hogyan fogja megölni a szüleit, és valójában a fiatal Bruce Wayne hogyan fog már akkor átalakulni ugye egy másik emberré. Íme itt látható az alkotópáros, Bob Kane és Bill Finger, ugye nekik köszönhetjük. Érdekesség még annyi, hogy nem nagyon láttak fantáziát ezekben a Batman történetekben, ezért a jogokat gyakorlatilag $100 eladták, és nem gondolták, hogy ekkora siker lesz majd ebből a történetből. Néhány kép. És akkor, mint mondtam, ugye a Batmant egy családi tragédia fogja létrehozni, és ugye itt felmerül egy érdekes kérdés, hogy valójában ki az álca, mi az álca? Hogy Batman az álca, vagy ő az eredeti személyiség, vagy Bruce Wayne az álca, vagy ő az eredeti személyiség. Ugye erről lehetne vitatkozni akár órákon keresztül is, de ezt mindenki döntse el saját maga. Szerintem Batman az igaz, és Bruce Wayne az álca, de ezt mondom, mindenki saját maga döntse el. Ugye kiváltók, amit mondtam, hogy hogy lesz belőle Batman, ugye a Zorro jele utáni rablótámadás, és ugye megölik a szüleit. Ugye motivációja egy a bosszú, hogy megbosszulja a saját szüleit, a másik pedig, hogy ez soha senkivel ne történhessen meg.
Ugye Bruce Wayne, az eredetét a névnek már az előbb végigvettük, hogy ugye hogy honnan ered, ugye ugyanúgy milliómosról beszélünk, elvonul gyakorlatilag a külvilágtól, tehát hogyha a filmekre emlékeztek, vagy a képregényekre, akkor ugye ő fogja magát, és fiatal korától harcművészeteket tanul, és nagyon-nagyon sok mindent kitanul különböző mesterektől, gyakorlatilag felkészíti magát arra a szerepre, aki majd ő lesz. Ugye a külvilágnak egy gazdag úri ficsúrt fog mutatni, egy playboyt, és ugye itt felmerül a kérdés, hogy vajon Bruce Wayne az álca, vagy ő az eredeti. Ugye Batman, maga a sötét roglag, ugye a kinézete a rémületkeltésre fog rámenni, tehát ugye amikor megalkották a figurát, ugye első körben ugye a Supermanre és az azokra hasonlító szuperhősökre próbálták a megjelenését hasonlítani, de ugye rájöttek, hogy maga azok a történetek, amik Batman körbeveszik, ezek a sötét tónusú történetek nem illenek ehhez, és ezért van ugye ez a ruhája, hogy ugye rémületet keltsen ugye azokban az emberekben, akikben megjelenik. Ugye technikai fejlettség, ugye a szuperképessége az, hogy milliómos, ezáltal gyakorlatilag bármit el tud készíteni, tehát van rá pénze. Átlag feletti fizikummal rendelkezik, ugye ez hála az edzéseknek, harcművészetek tanul, nyomozónak tanul, és lesz egy olyan korszak Batmannek az életében, amikor pont erre a nyomozós részre fognak majd rámenni, és ez főleg a 70-es években lesz majd, erről később még fogok beszélni. Ugye, mint elmeséltem az elején, Superman szerint ő a világ legveszélyesebb embere, és ugye Batman valós énje Bruce Wayne, ez az én szubjektív véleményem. Ahhoz, hogy Batman működni tudjon, ugye vannak különböző segítői. Ugye egyik Robin a csodafiú, abból ugye jelenleg 4 az, aki felvette ezt a jelmezt, ott látható ugye a 4, valamint ugye Alfred, aki a inasa, de egyben segítőtársa is, és ugye James Gordon, ugye a rendőrségtől, aki valójában utána összebarátkozik vele, sőt, lesz egy olyan faramúci rész is, amikor James Gordon lesz maga Batman. Batman ellenségeiről is kellene pár szót mondani, tehát sokan mondják, hogy Batman motivációja az őrület és a bosszú. És ezáltal ugye az ellenfele is mindegyike ugyanezt tükrözi, illetve nem mindegyike, de a legtöbbje ezt az őrületet tükrözi, ami ott körülveszi. Tehát a legtöbb ellenségének van valami pszichés mentális problémája, és ezek közül az egyik a leghíresebb a Joker. Ugye Batman első részében fog megjelenni. Ez nem ugyanaz, mint a Detective Comics, mert a Detective Comicsban fog debütálni ugye Batman, abban fognak megjelenni különböző történetei, és amikor a népszerűség elér egy bizonyos határt, onnastól kezdve megjelenik önálló füzetben, és ebben az első Batman füzetben rögtön debütál az egyik legfőbb ellenfele, aki nem más, mint a Joker. Ugye Jerry Robinson, Bill Finger és Bob Kane alkotása lesz ez a jópofa emberke, és a Nevető ember című film az, ami megihleti a kinézetét illetően. Itt látható a Nevető emberből egy arc, ugye ez az arc, ami megihleti Jokert, és látjuk mellette az első megjelenésben, hogy nagyon is hasonlít rá. Joker eredet története nagyon sokszor a homályba vész, eredetileg egy vegyi baleset, az, ami legalábbis erre utalnak a történetek, hogy egy vegyi baleset során fogja ezt a külsőt kapni, hogy a bőre kifehéredik, és a kártyára lévő Jokerhez fog hasonlítani, és ez a szihés trauma fogja őt az őrületbe kergetni. Ugye jellemzője, ezt mindenki tudja, egy pszichopata, szadista, fekete humorú tömeggyilkos, ez az eredeti koncepció. Ezt majd később a cenzúra idején meg fogják változtatni, Amerikában. Ugye 50-es években lesz a cenzúra, amikor egy pszichológus az amerikai szenátus elé viszi a kis teóriáit, hogy a képregény mennyire megrontja az ifjúságot, és ahhoz, hogy a képregény kiadók megmaradjanak, és egyáltalán életben maradjanak, létrehoznak egy öncenzúra bizottságot. És ez az öncenzúra bizottság sajnos a Batman karakterét is, és a Joker karakterét is erőteljesen érinteni fogja. Mégpedig ugye úgy, hogy
egy ilyen naív, inkább bohókás karakterré fogják degradálni Jokert, és majd a későbbiekben fog újra megjelenni. Gyakorlatilag a 70-es évektől térnek vissza az eredeti koncepcióhoz Jokernél, és új vonása lesz az, hogy nem csak pszichopata tömeggyilkos, hanem csak úgy poénból is képes gyilkolni. Ugye a legjelentősebb felbukkanásai, ugye a Gyilkos tréfa című képregény, ez ugye megjelent magyarul is. Ez az a rész, amikor ugye Barbara Gordont, James Gordonnak a lányát lebénítja egyetlen lövéssel, és tolószékbe kényszerül, és később ő lesz az orákulum, aki segíti majd a szuperhősöket, előtte meg ő a Bad Girl. Halál a családban, ugye Joker lesz az, aki fogja és megöli a második Robint, Jason Toddot. Ugye ez egy nagyon jelentős történet a Batman képregényekben, főleg azért, mert hogy először itt kérik ki az olvasók véleményét, vagyis az olvasók dönthetik el, hogy a karakter meghaljon vagy ne haljon meg. És nagyon minimális szavazattal valójában megölik a második Robint, Jason Toddot. Később majd vissza fog térni Vörös Sisak néven, egy teljesen átalakult karakterként. A Halál a családra az egy újabb történet, szintén a Jokerről, ott pedig Batman összes segítőjét meg akarja ölni, gyakorlatilag mindenkit elfog, és mindenkit meg akar ölni, de ez sem sikerül neki. Másik korai ellenfelei közül, ugye a Pingvin az, ami szintén ismert, akár ugye a korai Tim Burton filmből, tehát ott egy nagyon jól ábrázolják Pingvinnek a figuráját, vagy a legutóbbi Batman filmben is benne van. Ugye a Detective Comics 58. részében fog 1941-ben debütálni ez a kis köpcös figura, Bob Kane és Bill Finger alkotja meg, mégpedig a Cool cigaretta figurája fogja ihletni a Pingvinnek az alakját, és Oswald Chesterfield Cobblepot néven fog megjelenni, tehát hogy egy elvileg egy gazdag családból származó figuráról beszélünk. Azon kevés ellenfelei egyike, akit nem nevezhetünk annyira pszichopatának, inkább üzletemberként jelenik meg a Pingvin. Ugye mesterbűnöző, úriember kinézete van, ez pont azért, mert hogy nemesi származású, mulatót üzemeltet, tehát rengeteg legális kaszinója és különböző helye van, amit ő használ, valamint ugye a megkülönböztető jelje, ugye a nála lévő esernyő, ami gyakorlatilag fegyverként is funkcionál, és nem csak egy ilyen esernyője van. Ugye képzett fegyveres és fegyvertelen harcban egyaránt, tehát Batman többször sikerült meglepnie, hogy ez a kicsi köpcös emberke őt is néha megveri. Madárijesztő, szintén ugye szerepelt a filmekben is, tehát találkozhatunk vele. Ugye a World Finest Comics 3. számában fog debütálni a madárijesztő figurája 1941-ben. Szintén Bob Kane és Bill Finger lesz az, aki megjeleníti. És az Árnyasföld legendája című történetre, ugye erre fog majd, hát a fejnélküli lovas történetére fog majd reflektálni. Tehát az, ami elindítja gyakorlatilag ezt a karaktert, tehát innen merítik az ihletet az alkotók. Ugye Dr. Jonathan Crane néven fut, tehát egy pszichológus, aki az emberi félelmet tanulmányozza. Kicsit túlugrottunk, még jobban. Oké. Tehát a Goddami Egyetemen tanít, ugye pszichológia professzor, mint mondtam, és a félelem iránti megszállottsága az, ami őt motiválja, és ugye ez gyerekkori traumáira vezethető vissza, ahol őt madárijesztőnek csúfolták, és később felveszi ezt a nevet, és ugye úgy is jeleníti meg magát, mint egy madárijesztő. Szintén pszichopata, egy őrült tömeggyilkosról beszélünk, képzett harcművész, ugye fegyverei, hogyha vannak, ugye az általában a sarló és a kasza, ezt szokta magánál tartani, és van egy gáz, amit ő maga fejlesztett ki, ami ugye az emberek félelmeit, legbelső félelmeit hozza elő, és ezt rendszeresen beveti Batman ellen, akinek az akarata többször legyőzi ezt.
és egy másik jelentős figura, szintén a korai időkből, ugye két arc figurája, ugye Harvey Dent, ugye a kerületi ügyész, Detective Comics 66. részében fog debütálni ez a figura. A mozifilmekből szintén ismerhetitek őt, és szintén Bill Finger és Bob Kane az, aki megalkotja, mégpedig Dr. Jekyll és Mr. Hyde története alapján, ugye a kettős személyiség, ami nála megjelenik, a jó és a rossz, és ugye ez megjelenik a külsejében is, amit viszont már az Operaház Fantomja című Andrew Lloyd Webber darab fog ihletni. Tehát így lesz megalkotva gyakorlatilag a két arc figurája. A kettes szám, a kettősség megszállottja, ugye ez minden tettében megmutatkozik, ugye pénzérme feldobásával dönt, hogy mit csináljon, a ruhája szintén, az arca szintén ezt a kettősséget mutatja, mivel, hogy kerületi ügyész volt, jól ismeri a törvényeket, könnyen ki tudja játszani ezeket, és jól bánik ugye a lőfegyverekkel is, és talán mondom se kell, hogyha a mitológiai részt vesszük, akkor ugye a Janus arcra fog emlékeztetni, hogy ez a kettősség, ami nála van. És hát ugye ezek voltak így nagy vonalakban az ellenségei, vagy ellenfelei, beszélhetnék még róluk órákon keresztül, mert rengeteg van, különböző típusúak, de ezek voltak a legkorábbiak, amik gyakorlatilag szinte a Batman megjelenésével egy időben debütáltak a füzetekben. 39-től folyamatosan változtatják Bruce Wayne-nek a személyiségét, Batman személyiségét és a kinézetét egyaránt. Ugye mindig alkalmazkodik az adott korhoz. Tehát 1939-től gyakorlatilag napjainkig a különböző korszakok, amiken átmegyünk, a háborúk, amiket az előbb felsoroltam, tehát ez mind-mind hatással lesznek, és ugye a politikai események is hatással lesznek a személyiségére, az egész képregény koncepciójára, tehát gyakorlatilag mindig-mindig változik. Magányos, sötét törvényen kívüli Superman ellentéteként is szokták felhozni, ugye Superman a fény, ugye már magát a nap is táplálja, ugye amiatt vannak a képességei, Batman pedig a sötétségben van. Superman óvja és védi az elesetteket, Batman bosszút áll értük. Superman az emberiség eszméje, és Batman az emberiség sötét, könyörtelen oldalaként is megfigyelhető. Tehát ugye mégis jó barátságban vannak, és már ők is a korai években, már az 50-es években összehozzák őket egy crossoverbe. Egy nagyon érdekes történetben egy hajó úton fognak először találkozni Superman és Batman, és gyakorlatilag és ott fogják majd egymást megismerni, hogy kik ők, és utána onnastól kezdve együtt fognak működni. A amerikai képregényeknek különböző korszakai vannak. Ugye ezeket fel lehet osztani aranykorra, ezüstkorra, bronzkorra, vaskorra, attól függően, hogy mikor még évtizedről beszélünk. Ugye az aranykor ugye az a második világháború végéig tartó rész. Ugye 1940, ekkor jelenik meg az első önálló füzete. Addig a denevérember, hogyha magyarul is nevezzük, folyamatosan használ lőfegyvereket is, tehát nem zárkózik el gyakorlatilag a lőfegyverek és különböző fegyverek használatától. Viszont ugye innestől kezdve a szerkesztőség mondja, hogy jó, ezeket próbáljuk szépen eltüntetni. A cenzúra idejére, 50-es évekre pedig teljesen el fogják tüntetni azt, hogy bármilyen lőfegyver is legyen Batmannek a közelében. Detective Comics 38. részében fog debütálni Dick Grayson, az első Robin, ugye akit magához fog venni, akinek ugye a szülei balesetben meghalnak, ugye ők cirkuszi mutatványosok voltak, és őt magához fogja venni, és Batman itt, mint apa figura fog megjelenni, és ugye ebben a korban nagyon sok szuperhősnek voltak fiatalabb segítői, ezt próbálta meglovagolni a DC, illetve akkor még nem DC-nek hívták a kiadót, és itt is megjelentek a fiatalabb segítőtársak a szuperhősök mellett, és így lesz majd gyakorlatilag Robin Dick Graysonból. Ugye a második világháborúban vagyunk, 1939-től 45-ig, ugye Amerika majd csak 42-ben fog csatlakozni a második világháborúba, és
addig is különböző borítókon a szuperhősöket besorozzák. Egyik legjellegzetesebb példa erre Amerika kapitánynak a borítója, amikor Hitlert felpofozza. Batmannél ugyanez lesz, ugye ő a hátországba harcol, őt nem fogják frontvonalba küldeni a képregényrajzolók, ellentétben Supermannel, aki náci tengeralattjárókat, tankokat és egyéb dolgokat semmisít meg, és szó szerint tevőlegesen harcol a háborúban, addig Batman a különböző szabotőrök és náci ügynökök ellen küzd a hátországban. Propaganda célú borítókat fognak készíteni, tehát, mint mondtam, 42-be fog belépni majd Amerika a II. Világháborúba, addig pedig csak a borítókon látjuk ezeket. Ezüstkor 1950-től 60-as évekig, és mint mondtam, ekkor jelenik meg Friedrich Wertheimnak az Elcsábított Ártatlanság című könyve, ami elindítja Amerikába a képregény cenzúrát. Ugye a képregény cenzúra bevezetése miatt hát elég sok olyan dolog merül fel ebbe a könyvbe, tehát nem igazán lehet érteni, hogy ez a jó ember miért utálta ennyire a képregényeket, de ugye olyan dolgokat sorol fel benne, ami valójában nem igaz. Tehát, hogy elveszi az emberek kedvét az olvasástól, akkor Batman nőgyűlölő, Robin és Batman között homoszexuális viszony áll fent. Tehát nagyon sok olyan dolgot állít, ami valójában nem igaz. Viszont az embereknek, és mivel elég nagy hatalma van, és eljut vele a közgyűlésig, és eljut vele gyakorlatilag a szenátusig, sikerül neki elérnie, hogy a képregényt majdnem betiltják, és mivel ezt a képregény cenzúrát bevezetik, hogyha megnézitek, ott jobb felső sarokban van egy olyan, hogy Comics Code, ez azt jelenti, hogy a képregény cenzúra által jóváhagyott példány, ezt mindegyik képregényre rá kellett rakni, amit a cenzúra jóvá hagyott. Ha nem volt rajta, nem jelenhetett meg, nem kerülhetett kereskedelmi forgalomba. És hát sajnos ugye, mint mondtam, a Batman az egy sötét történetekre építő sztori. Innestől kezdve bugyuta történetek fognak megjelenni, színpompás történetek, ami ugye nem jellemző a denevér emberre, mert mindig sötétben mozog, de innestől kezdve nagyon színes történetek fognak megjelenni, mint magában a történetben is, és magában a megjelenés és nyomtai minőségben is. És ugye mellőzik ezeket a sötét tónusokat a képregényből, tehát innestől kezdve bugyuta sztorikat fogunk kapni. Mint látható, boxmeccs különböző idegen lényekkel, tehát ha valaki vette a nagy DC képregény sorozatot, nem tudom, közületek vette valaki, abba ezek közül nagyon sokat beleraktak, és meg lehet nézni, hogy milyen színvonalak voltak ezek a sztorik. Több női karaktert is próbálnak megjeleníteni, mondván, hogy Batman nőgyűlölő, ami nem volt igaz. Ezáltal ugye megjelenik a Batwoman, Batgirl, apa figuraként állítják be, lásd ugye a Robinnal való viszonya, hogy ő mint családapa fog majd megjelenni. Kerülik az erőszakosságot, mert ugye a cenzúra kimondja, hogy nem írhatjuk le azt a szót, hogy terror, nem jeleníthetünk meg vért, nem jeleníthetünk meg fegyvert a képregénybe, gyakorlatilag mindent megtilt, sőt aktuális eseményeket, akár a kábítószer használat, akár korrupció nem lehet megjeleníteni, sőt a politikusokat kimondottan pozitív figuraként lehet csak láttatni ezekben a képregényekben. És ami érdekesség, hogy a Batman elindul egyfajta science fiction képregény történetté, és fantasztikus történetek ki, különböző bugyuta földet elfoglalni akaró idegen lényekkel fog harcolni gyakorlatilag. És 1960 Brave and the Bold-nak a 28. számában megalapul az Igazságliga, az első olyan képregény, ami csapatot fog összeállítani, az eddig lévő különböző képregény figurákat egy csapattal rántja össze, és ez lesz az Igazságliga, és hát igen, az első történetben Starroval fognak találkozni. Szerintem ez a DC legbugyutább főgonosza, a tengeri csillag. De hogyha valaki látta a Suicide Squadnek a második részét, akkor abban találkozhatott vele, ezt meg is filmesítették. Szubjektív véleményem, hogy szörnyű volt. Képregényben is az, tehát amikor én először kezembe vettem ezt a képregényt, és megláttam, hogy egy tengeri csillaggal harcolnak, én azt hittem, hogy elsírom magam, de tényleg. Jó, de hát a cenzúra idején vagyunk, bugyutábbnál bugyutább sztorik jelennek meg. És innestől kezdve ugye Batman is tagja lesz majd az Igazságligának, sőt az alapító tagja lesz.
és 1964-től ugye a Batman füzetek mélyrepülésbe fognak menni. Ugye a régi olvasók elpártolnak tőle, mert nem ezeket a történetszálakat várják, az újak pedig nem csatlakoznak, mert ők meg nem vevők ezekre a bugyuta történetekre. És ekkor jön majd 1964-ben Julius Schwartz, a DC-nek az új szerkesztője, aki visszakanyarodik a Batmanhez, és azt mondja, hogy jó, nekem elegem van ebből a cenzúrából, ne korlátozzanak tovább. És gyakorlatilag Julius Schwartz az a DC-nél olyan, mint a Marvelnél Stan Lee lesz. Tehát gyakorlatilag egy olyan kaliberű fickó, aki azt mondja, hogy jó, ebből nekem elegem van, így csődbe fogunk menni, mert ugye a képregény kiadás Amerikában ugye azért pénzszerzési lehetőség, kezdjük előről az egészet. És 1964-ben a Detective Comics 327. számával az eddigi cenzúra ide alatt megjelent Batman képregényeket sztornozzák, és azt mondják, hogy oké, innestől kezdve visszakanyarodunk a régihez, és egy új dolgot viszünk bele, mégpedig ugye Batmannek mindig volt egy detektív oldala, és ezt a detektív oldalt próbáljuk minél jobban kihangsúlyozni, valósághű környezettel, ugye a science fiction-t elvetik és a fantasztikumot szintén, valamint a való világ problémáit fogják belevinni, a kábítószer használatot, a prostitúciót, valamint ugye a korrupciót és egyéb olyan dolgokat, ami ugye megjelennek a valóságban is. 1966, ugye előtte is létezett már Batman sorozat, vagy Batman film, de az Adam West féle 1966-os Batman sorozat az, ami megint fellendíti a népszerűségét ennek a karakternek. Ugye a Batman füzetek fogyásának ugye megjelennek új karakterek, az új Batgirl, ugye Barbara Gordon, és 1968-ban ugye a sorozat végével a füzetek is visszaesnek. Tehát Amerikában van egy ilyen érdekesség, hogyha kidobnak egy szuperhősös filmet, akkor a füzetek az azzal kapcsolatos figurával elkezdenek nőni, majd ahogy lecsengenek az adott filmek, visszaesés következik. Innestől kezdve ugye új utakat próbálnak keresni, és jönnek ugye a 70-es évek, és teljesen visszatérnek a komor, sötét tónusú történetekhez, és gyakorlatilag teljesen felbontják a cenzúrát, vagyis nem hajlandók olyan képregényt kiadni, amit cenzúrázni kell. És itt most nem azt értem ez alatt, hogy innestől kezdve mindenféle történet jelenik meg, hanem azok a történetek, amik bugyutává tették, meg azok a felfogás és azok a kritériumok, amik miatt minden képregény bugyuta lett és szinte eladhatatlan, ezeket törlik el. A különböző önmaguk által felállított cenzúra, az mind a mai napig megvan minden képregény kiadónál. És itt jön majd a képbe Dennis O'Neill és Neil Adams munkássága, akik ugye a Batman történeteit ugye a társadalmi problémákra, szélsőséges csoportokra, korrupcióra és hétköznapi élet felé fogja terelni. Ugye visszatérnek a detektív történetekhez, ugye Dennis O'Neill és Neil Adams nagyon sok olyan történetet ír, rövidebb sztorikat, amik főleg a nyomozós részre fognak rámenni. Hogyha visszagondoltok a legutóbbi Batman filmre, ő szintén erre próbáltak hajazni. Detective Comics 395. része lesz az első közös munkájuk, és innestől kezdve elindul újra gyakorlatilag a Batman füzeteknek a fellendülése, és bevezetnek egy olyan általános szabályrendszert a Batman füzetekre, amit mindenkinek be kell majd tartania. És eltunkrottunk közben a bronzkorba, az 1980-as években, és itt lesz majd egy olyan kis sorozat, egy miniszéria, ami gyakorlatilag azokat a dolgokat, amit be kell tartani egy Batman füzetbe, és kik a legjelentősebb szerettőlők, ezeknek a háttere, stb., ezt mind be fogják majd mutatni. 81, ugye Dick Giordano lesz a Levitz után a szerkesztő, és sorra fognak megjelenni különböző alkotók, és ugye 1982-ben megjelenik a második Robin, ugye az első Robin Dick Grayson közben átalakult észárnyá, gyakorlatilag felnőtt, és onnastól kezdve különálló életet fog élni, viszont az olvasóknak igényük van egy újabb Robinra, és ez lesz majd Jason Todd, az új Robin, aki viszont nem fogja elnyerni az olvasók tetszését.
És ha tovább ugorna, az jó lenne. Jó, 1986, és ugye, mint mondtam, a második Robin nem fogja elnyelni az olvasók tetszését, és gyakorlatilag az olvasók fogják megölni a figurát. Természetesen, mivel nem tudták, hogy mi lesz a vége, a rajzolók és az írók elkészítették mindkét forgatókönyvet, vagyis volt egy pozitív befejezése, ahol Jason Todd túléli a Jokernek a robbanását, és ahogy szétveri gyakorlatilag egy feszítővassal, és a másikból ugye meghal. 1986 Frank Miller elkészíti a Sötét lovag visszatér című képregényt. Batmant, mint öreg, megkeseredett embert fogja bemutatni, aki sokkal erőszakosabb, sokkal komorabb, és egy elég vad háttérbe fogja behelyezni. Megyünk tovább, ugye a modern korba átugrani, és 1986, Marv Wolfman és George Perez Végtelen világok krízise című 12 részes kötetben gyakorlatilag átírja a teljes DC univerzumot, ami minden szuperhőst érint, többek között ugye Batmant is. Elkészül ennek hatására az első év, hogyha visszagondoltak a Batman kezdődik című filmre, ezt az első évet fogja gyakorlatilag feldolgozni, illetve abból merít majd ötleteket. Itt ugye, amit már elmondtam, a 88-89-ben ugye a Halál a családban, ugye az olvasók szavazhatták meg. És elkezdenek, mivel a képregények Amerikában kezdenek kimerülni, új utakat próbálnak keresni, ezért Európából importálnak majd be úgymond alkotókat, és ez lesz majd 1988-ban Alan Moore és Brian Bollannak a Gyilkos tréfa című képregénye, ahol ugye Barbara Gordon lebénulása Joker által ez fog megjelenni. 1989-ben Grant Morrison és Dave McKean, aki ugye egy szürrealista festőművész, kortárs festőművész, elkészíti az Arkham elmegyógyintézetet. Ezek kísérleti képregények arra, hogy a olvasók hogyan reagálnak ezekre a nagyon komor, sötét hangvételű képregényekre. Mivel nagyon jó a fogadtatásuk, 1939-ben Tim Burton-t felkérik, hogy készítse el a Batman első mozifilmjét, ami hatalmas kasszasiker lesz. Batman és Superman pedig egy füzetbe fogják összerakni. 89-ben megjelenik a harmadik Robin, aki Tim Drake lesz. Gyakorlatilag ő maga fogja kideríteni a nyomozói tudásával, ez a fiatal tinédzser srác, hogy ki is Batman, és rájön arra, hogy ő Bruce Wayne, és felkeresi, és addig pedálozik, még ő lesz a harmadik Robin. Néhány fontosabb történet ugye a Batman sztorikból, ugye megjelenik a Knightfall trilógia, gyakorlatilag ebben, mint láthatjuk, Bane szó szerint derékba töri Batman karrierjét, eltörik a gerince. Itt arról szól az egész, hogy hogyan fog ő újra visszatérni, valamint egy másik figura, akit Azraelnek hívnak, hogyan veszi át az ő helyét, aki egy sokkal agresszívebb karakter lesz, és ugye egyre erőszakosabb Batman történetek fognak megjelenni. Ugye ennek többfajta változata van, ugye az első, ahogy megsérül, utána hogyan fog ő visszatérni, mint Batman, és gyakorlatilag hogyan fogja legyőzni azt, akit az ő helyét átvette. Ugye a másik ilyen grandiózus történet, ugye a Kataklizma és a Senki földje, ami gyakorlatilag szinte minden Batman szálat és minden Gothamhez kapcsolódó DC történetet érint, tehát minden Batman címbe fut, ugye egy földrengés rázza meg Gothamet, evakuálják a várost és elzárják. Ezek a sztorik, hogyha most visszagondoltak a mozifilmekre, szintén benne voltak bizonyos részletei. Frank Miller visszatér a Batmanhez, és ugye újra elkészítik a Sötét lovagnak a újabb verzióját, illetve a Sötét lovag visszatérésének a visszatérését, hogy ilyen így fogalmazzak. Másik ugye a posztmodern korban újabb alkotók, újabb rajzolók, és újabb ellenfelek fognak megjelenni. Egyik ilyen a Jeff Loeb és Jim Lee által készített Hush című történet, ugye ezáltal a Batman történetek ismét az eladási listák élére fognak kerülni. Valamint visszahozzák 2005-ben Jason Toddot a Maszk alatt című történetben, és ő innestől kezdve vörös sisakként fog megjelenni, és nagyon vegyes fogadtatás lesz a közönség részéről. Van, aki azt mondja, hogy felesleges volt visszahozni Jason Toddot, van, akinek tetszik, mindenki döntse el.
Grant Morrison az új író, aki újabb érdekes csavarral fogja ellátni a denevér ember történeteit, ez pedig az, hogy megjelenik Batmannek a fia, illetve Bruce Waynenek a fia, Talia al Ghulnak a gyermeke, aki Ra's al Ghulnak a lánya gyakorlatilag, és ugye a Batman és fia című képregénybe fog ez debütálni, később Damian Wayne lesz a negyedik Robin. Íme itt látható. Ugye őt bérgyilkosnak képezik ki, tehát gyakorlatilag egy 10 éves fiúról beszélünk, aki magas harcművészeti tapasztalattal rendelkezik, és hát nem sok lelkiismeret furdalással, de a karaktere folyamatosan fog változni majd Batman mellett. Ugye Grant Morrison Batman nyugodjék békében, itt pedig látszólag meg fog halni Batman, és Dick Grayson, az első Robin, aki később észány lesz, ő fogja majd átvenni a helyét, természetesen itt majd vissza fog újra térni. Ugye Batman egy 6 részes történet folyamán, és egy ideig érdekességképpen a képregények lapjain mind a két Batman párhuzamosan fog menni. Egyszer Dick Grayson, egyszer Bruce Wayne, vagy akár együtt, és ugye elindul majd egy alapítvány, ami a világ összes helyén, ugye a Wayne alapítvány létrehoz egy ilyen Batmanekkel kapcsolatos kis egységet. Flashpoint, ez a történet, ugye Barry Allen és a Flash képregényről szól, ami megváltoztatja a DC univerzumot, és elindít egy teljesen új sorozatot. Ez lesz a New 52 nevezetű sorozat, ahol 52 darab képregényt fognak elindítani. 52 részes lesz ugye a Batman, ami itt meg fog jelenni, és egy teljesen másik irányba próbálják ezt vinni. Azokat a történeteket kezdik el először újra mesélni benne, amik már lementek és nagyon régiek, 40-es, 50-es évekbeliek, 60-as évekbeliek, de lesznek benne új sztorik, főleg amikor Scott Snyder és Greg Capullo fog megjelenni benne, és elkészítik a Baglyok Bírósága és a Baglyok Városa című képregény történeteket, ami alapján ki fog derülni, hogy Gotham városát egy titkos társaság irányítja, aminek nagy valószínűséggel a Wayne család is tagja volt. És ugye ezek a titokzatos bagolybírák lesznek azok, akikkel megküzd majd Batman. Ugye a halál a családra, azt már beszéltem, vagy mondtam, ugye ahol Joker meg akarja ölni Batmannek az összes segítőjét. Endgame, itt pedig látszólagosan meg fog halni Joker, viszont, hogy hívják, vissza fogják majd hozni. És innestől elindítanak egy újabb, tehát ahogy az 52 sztori lemegy, újra fogják indítani az egész DC univerzumot a Rebirth címmel 2016-ban, és gyakorlatilag egy részét meghagyják, visszaállítják az eredeti számozást, mert ugye az új 52 az a számozást is eltörölt, és mindent egyesről kezdett. Itt eltörlik egy részét ennek a New 52 érának, és visszahozzák az eredeti számozást is, és próbálják ott folytatni, ahol abba hagyták. Érdekesség még, 1986-ban van egy sorozat, amit úgy hívnak, hogy Watchmen. És ez egy alternatív valóságot mutat be, és itt ebben az új érában megpróbálják összekapcsolni a Watchment a DC többi képregényével, tehát gyakorlatilag egy 12 részes minisorozatban a DC figurák, illetve azok fognak találkozni a Watchmenben lévő, párhuzamos univerzumban lévő figurákkal. Íme, ugyanaz a kitűző, ami ugye a Watchmenben is benne volt. Hogyha valaki látta a filmet, vagy látta, vagy olvasta a képregényt, azt tudja, hogy miről beszélek. 2017-ben fog, tehát egy nagyon rövid idő alatt letudják ezt a Rebirth-t, és gyakorlatilag egy új indítás lesz, ez pedig a Metal, és innestől kezdve ez egy rövid sorozat. Egyébként ha jól tudom, most a képregény fesztiválon fog megjelenni a teljes Dark Knight Metal sorozat, hogyha valakit érdekel.
Itt egy multiverzumról szól, ugye különböző fémekkel tudnak kapcsolódni különböző multiverzumhoz, és megjelenik a multiverzumban egy másik olyan képregény, figura, ami nincs köze ehhez, ez pedig a Sandman. A metalnak lesz egy death metal változata is, de erről most nem sokat, és gyakorlatilag az, ami 2021-től megy, illetve ennek már van egy utódja azóta, ezek azok, amik jelenleg a DC képregényeknek az újabb átalakításában vannak. És köszönöm a figyelmet, és van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor köszönöm a figyelmet még egyszer.